Nincsenek győztesek, így kommentálta a Barack Obama amerikai elnök, hogy megszületett a megegyezés Washingtonban az adósságplafon megemeléséről. Az amerikai állam így 3 hónap haladékot kapott, de februárig végleges megoldást kell találniuk. Szinte az utolsó utáni pillanatban hagyta jóvá a szenátus a költségvetési válság megoldáshoz célzó jogszabályt. Az adósság plafont február 7-éig emelik meg, az ideiglenes költségvetés pedig január 15-éig fedezi majd a szövetségi kormányzat kiadásait. Barack Obama már alá is írta a törvényt, így több százezer közalkalmazott térhet ma vissza a kényszerszabadságról, és számos, részben vagy teljesen leállított szövetségi intézményben újraindulhat a munka. Az alkú értelmében a törvényhozás két háza egyeztetést kezd, hogy december közepéig kétpárti megállapodás dolgozzon ki a kiadások csökkentéséről és az adópolitikáról. Az amerikai média értékelésében a republikánus párt, illetve az azon belül álló ultrakonzervatív Tea Party vereségéről beszél. A Washington Post szerint a csoport gyakorlatilag 3 éven át az irányítása alatt tartotta a kongresszus alsóházát. A lap arról ír, hogy az Obama elnök által támogatott egészségbiztosítási reform elleni totális támadás a republikánusok népszerűségének csökkenését hozta. Ugyanakkor a Washington Post szerint még ez sem lesz elég a demokratáknak ahhoz, hogy a félidős választáson többséget szerezzenek.